Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mit szóltok ez a jelenlegi világunkhoz? Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Oké, köszönöm szépen. Nem vagyunk elégedettek. Hát, most ugye nagyon érdekes itt az ukrán orosz háború kapcsán, ugye újabb háborúk lettek, illetve hát csetepaték, inkább azt mondanám, tehát Szíriában lett csetepaté, Assad elnök ellen, akkor azt mondja, hogy Dél-Koreában lett csetepaté, a dél-koreai elnök ellen, akkor Grúziában lett csetepaté a kormány ellen, az újonnan megválasztott kormány ellen. Tehát ugye tudjátok, tisztában vagytok azzal, hogy ha nem, akkor mondom, jó, hogy az 56-os forradalmat. Én nekem mindig gyanús volt az a forradalom, hogy miért akkor van forradalom itt Magyarországon, amikor már könnyebb az élet? Miért nem a Rákosi alatt volt forradalom? Miért a Gerő alatt volt forradalom, mikor már a Gerő közel nem csinált olyan elnyomást, mint a Rákosi? És ez nekem, sose értettem, hogy a manóban van ez, hogy akkor csinálnak az emberek forradalmat, mikor már jobb az élet. Hát fura. Na most, hát ki is derült utólag, hogy miért? Hát mert Egyiptom a Suezi csatornára rátette a kezét, magyarul elkezdte államosítani, mert ugye a Suezi csatornát az angolok építették Rothschild pénzekből. És hát az egyiptomi elnök, pedig annak idején Nasser, fogta és elkezdte államosítani, és ez nagyon nem tetszett az angoloknak, és az angol és a izraeli titkosszolgálattal közösen, hát csinálták olyan dolgot, amit most csinálnak a világban, hogy az oroszok figyelmét eltereljék, és energiáját lekössék, mert az oroszok kiálltak Egyiptom mellett, és hogy a figyelmét és az oroszok figyelmét és hadseregét stb. Lekössék, ezért kirobbantottak 56 nyarán, amiről nem is tanultunk, a lengyeleknél egy forradalmat, majd 56 őszén kirobbantották Magyarországon a forradalmat. Tehát gyakorlatilag titkosszolgált, külső titkosszolgálatok közreműködtek abban, hogy itt Magyarországon forradalom legyen. Csak hogy tiszta és világos legyen. Semmit nem tudtunk ezekről. Akkor nézzük tovább. Most ugyanez van a világban. Dél-Koreában amerikai érdekeltségek vannak. Az oroszok titkosan, az orosz titkosszolgálat kirobbantott egy felkelést. Akkor Szíriában orosz érdekeltségek vannak. Az amerikai-izraeli titkosszolgálat kirobbantott egy felkelést. Ez mostani történet, mind a kettő. Grúziában orosz érdekeltségek vannak. Megint csak az amerikai és nyugat-európai érdekeltség, vagy titkosszolgálatok kirobbantottak Grúziában egy felkelést. Jó, tehát ez azért, ugye, ha megnézitek, most mondhatnánk azt, hogy 2-1 az amerikaiak javára, mert ők két felkelést robbantottak ki, az oroszok csak egyet. Bár Afrikában viszont kirobbantottak az oroszok
egy-két felkelést, ott mit tudom én, ki kellene, azzal különösebben nem foglalkoztam. Igen, olyan francia meg egyéb gyarmatokkal szemben. Tehát lényeg az, hogy, ugye a lakosság azt gondolja mindig, hogy hát a lakosság felkelt. A fészkes fenét a lakosság kelt fel. Hát most gondoljátok végig, kik robbantották ki a, az első világháború idején Oroszországban a felkelést a cár ellen. A németek. A németek. Nem, a németek. A németek, hogy az oroszok kiszálljanak az első világháborúból. És ez sikerült is. Sikerült is. Fogták, és hazaküldték Lenint, kiképezték Németországba, hazaküldték Lenint. És mi történt? Lett egy forradalom, lett egy felkelés a cár ellen, a cár meg rögtön abba hagyta a háborút. És amint az oroszok kiszálltak az első világháborúból, abban a pillanatban fölénybe kerültek a németek meg az osztrákok. De utána beszállt Amerika háborúba, az első világháborúba, és megint csak megfordultak az erőviszonyok. Jó, tehát, de ezekről az emberek nem tudnak semmit. Szóval nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogy szerették volna. Na most az erőviszonyok ugyan megváltoztak az első világháborúba, de jó, ha tudjátok, hogy nem bírtak az osztrákokkal meg a németekkel, főleg a németekkel nem bírtak. Ezért mit csináltak? Berlinbe kirobbantottak egy forradalmat, Bécsbe kirobbantottak egy forradalmat, Budapesten kirobbantottak egy forradalmat a titkos szolgálatok. Oké? És emiatt lettünk vesztesek az első világháborúban. Mert mit csináltak a forradalmárok? Azonnal, ugye amint sikerült valamilyen szinten átvenni a hatalmat, feloszlatták a hadseregeket. Letették a fegyvert. Ugyanezt csinálták a magyar őszi rózsás, szocialista, ugye forradalom. És ezért buktuk el a háborút, úgy buktuk el az első világháborút, hogy a nagy Magyarország területén egyetlen egy idegen katona nem volt. Egyetlen egy idegen katona, képzeljétek el. És mivel feloszlatták a háborút, a katonaságot, a forradalmárok, ezért ugye mi történt? Védtelen volt az ország, és jöhettek bele be az ellenség. Ugyanez csinálták az osztrákokkal, az osztrák császárságban, ugyanígy. Hát azért, és Berlinben ugyanezt csinálták, a titkos szolgálatok kirobbantottak felkeléseket, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a három állam, németek, osztrákok meg magyarok elbukták a háborút az első világháborúban. Oké? Okay. Na most ugyanezekkel a módszerekkel próbálkoznak, de hát most már nem csak az amerikaiak meg a többiek nyugati országok tudnak ilyen fajta módszerekkel élni, hanem az oroszok is. Ezért ugye nyugodtan számíthatunk arra, és számíthattok arra, hogy több háború lesz a világban. Nem világháború, a világháborútól ne féljetek, csak annyi háború lesz most ennek a konfliktusnak köszönhetően, szerte a világban. Ez azt jelenti, hogy polgárháborúk is, természetesen, nem csak országok egymás ellen, mert nem erről szól a történet, mert polgárháborúkat robbantottak ki. Oké, hát ugye a 56-ban is az polgárháború volt, jó, beavatkoztak az oroszok, ugye végül is nem az. Hát azért polgárháború, mert ugye a idézőjelben nép felkelt a hatalommal szembe, hát az polgárháború. Most is Grúziában polgárháború, Koreában, Dél-Koreában polgárháború, Szíriában polgárháború,
nem idegenek vannak ott, hanem polgárháború. Jó? Lengyelországban polgárháború volt, 68-ban polgárháború volt, Csehszlovákiában. Jó? Tehát gyakorlatilag, hogyha a nép felkel a hatalommal szemben, az polgárháború. Jó? Tehát mondom, ilyen háborúkra lehet számítani, hogy egyre több lesz, mert ugye kölcsönösen az amerikai érdekeltségek, francia, angol érdekeltségeknél az oroszok robbantanak ki polgárháborút. Az az orosz érdekeltségeknél az amerikaiak fognak kirobbantani polgárháborút, meg a nyugati államok. Jó, tehát gondoljatok erre. És hát az a lényeg, hogy itt ne legyen háború. Most hogy a világban, mit tudom én, 40 helyen lesz háború, vagy 50 helyen lesz háború, most tök mindegy. Érted? Most tök mindegy, csak itt ne legyen. Így van, eddig is volt 30. Most egy több lesz, hát az az ő bajuk. Oké? Okay. Jó, és lehet, hogy most ugye azok, akik ilyen nagyon liberális gondolkodásúak, azok most elítélnek, hogy hát engem nem érdekel. Figyeld, engem az érdekel, amire van ráhatásom. Amire nincs ráhatásom, azt leszarom. Oké? Okay. Magyarul. És ez a normális gondolkodás. És ez így működött a világ évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül, így működtek az emberek, hogy amire nem volt hatásuk, avval nem foglalkoztak semmilyen szinten. Még gondolatba se. Világos ez? Nincs manapság az embereknek elég bajuk. Még más országban dúló csetepaték is az ő gondjuk. Hát ez a legnagyobb butaság. Érted? Hát régebben sokkal kevesebb gondjuk, bajuk voltak az embereknek, mint manapság. És mi történt? Nem foglalkoztak mások problémáival. Érted? De ha tudtak róla, akkor sem. Nem foglalkozott azzal, hogy mit tudom én a faluban, amit tudom én Jóska Pistának, milyen problémája van. Nem érdekelte őket, érted? A saját dolgukkal foglalkoztak. És ez volt a normális élet. Érted? Az, hogy az elmúlt 100 évben azért megváltoztatták ezt, hogy az embereknek sokkal több problémájuk legyen, és ezért sokkal rosszabb állapotba kerüljenek, ezáltal sokkal könnyebben lehessen őket manipulálni, ezáltal bármire könnyebb legyen rávenni őket, például arra, hogy vásároljanak, ez ezért van. Hát hiszen fogyasztói társadalom van. Fogyasztói társadalomnak az a lényege, hogy vásárolj dögivel. És a statisztikában, vagy a felmérések szerint a lakosság 70%-a most hitelből karácsonyozik. Érted? Hitelből ajándékozik. Na most ez, ha nem butaság, akkor micsoda? Ha nem ostobaság, akkor micsoda? Hogy a lakosság nagy része, kétharmada, több mint kétharmada, érted, az pénzt vesz, kölcsönt vesz föl azért, hogy ajándékozni tudjon. Szóval azt lehet mondani, hogy elmebetegek az emberek. Szó szerint elmebetegek. És akkor még elkezdenek foglalkozni azzal, hogy mi van a világban. Az a lényeg, hogy itt ne legyen. Az, hogy máshol mi van, ez részletkérdés, érted? Tehát az a lényeg, hogy egy embernek az életét, az, hogy a világban van, ne befolyásolja, érted? Ez egy alap dolog. És ez nem, mit tudom én, milyen gondolkodás, mert most itt rám fogjátok, hát fogjátok. Hát azt hiszed, érdekel engem, hogy mit fogsz rám, vagy mit nem. Hát akkor te nagyon naív vagy, hogyha azt hiszed, hogy érdekel. Jó? Tehát
Szóval a lényeg az, mert mondom, ez a normális működés, hogy az ember foglalkozzon a saját dolgával, vagy nem? Foglalkozzon azzal, amire van ráhatása. Nem? Logikus? Jó? De hát minden arról szól, hogy ne ezt csináld. Ne ezt csináld. Most gondold végig, mondok példát, jó? Mióta kötelező az iskolai oktatás? Ugye mióta? Hát a 50-es évektől biztos. Jó? Tehát onnantól biztos. Itt Magyarországon. A kötelező az iskolai oktatás, onnantól kezdve miről szól az iskola? Arról szól, hogy összemérnek más gyerekkel. Tehát neked gyerekként foglalkoznod kellett azzal, hogy más milyen. A másik gyerek milyen. Hogy az jobb tanuló, az jobb magatartású, stb. Érted? Előtte, mikor nem volt kötelező az iskolai oktatás, akkor nem csináltak olyat, hogy na most hányas jegyet kapsz. Mert nem ez volt a lényeg. Hanem az volt a lényeg, hogy átadják a tudást, és hogy most ki mennyire veszi át a tudást, az tök lényegtelen volt. Érted? Mert az nem a tanár dolga, hanem a gyerek dolga. Hogy most megtanult-e írni, olvasni, vagy nem akart megtanulni írni, olvasni, vagy mennyire akart megtanulni írni, olvasni. Érted? Meg a szülő dolga természetesen. Manapság ez nem így van, nem manapság, 70 éve nem így van. Érted? Vagy 70-valahány éve. 70-valahány éve úgy van, hogy a gyerekek összemérik egymással magukat. Érted? És ez tudod miért rossz? Mert ezáltal kénytelen mással foglalkozni. És gyerekként már, kisgyerekként az osztályzás véget megtanulják a gyerekek, hogy neki össze kell mérnie másokkal magát. Ha összeméri másokkal magát, akkor mással kell foglalkoznia. Érted? Mert azzal, hogy összeméri mással magát, azzal bizony mással foglalkozik. Régen nem volt ilyen. Képzeld el, olyan volt a régi oktatás, hogy beültek, ha kevés volt a gyerek egy faluban, akkor egy tanterembe ült be a 8 általános. És az azt jelenti, hogy a tanár az végig tanította az összes gyereket. Tehát képzeld el, egy elsős hallotta a 8-os tanítást. A 8-os hallhatta az elsős tanítást. Tehát magyarul gondold végig, hogy akkor egy valaki végigjárta az iskolát, 7-szer ismételt. Biztos, hogy jobban tudták, mert 7-szer ismételt. Mert a tanár az tanította az elsőst, és ott ült benne a másodikos, a harmadikos, a negyedikes, az ötödikes, a hatodikos, meg a hetedikes is, meg a 8-os is. Érted? És nem kellett osztályzás. Miért nem kellett osztályzás? Hát mert gondold végig, ha 7-szer ismételt, akkor biztos megtanulta. Nem kellett osztályozni. Világos, és így voltak tanítva a gyerekek. Gondold végig. Most úgy vannak tanítva, hogy minél több gyerek legyen egy osztályban. És ha kevés a tanár, akkor még több gyereknek kell lenni egy osztályban. Természetesen. Oké? Szóval, megtanítják már a gyerekeknek azt, hogy mással foglalkozzon. Érted? Kiskorban. És felnőttként, nekem is, én is ilyen iskolában jártam, ahol össze kellett mérni az embernek magát másokkal. Te is ilyen iskolában jártál, mindenki ilyen iskolában járt, aki hallgat engem, hogy össze kellett magadat mérni másokkal. Ami azt jelenti, hogy tanították azt, hogy te
mással foglalkozz. Ne magaddal, mással. Mert ha össze kell mérned mással magadat, akkor mással is kell foglalkoznod. Másokkal is kell foglalkoznod. Ezért találták ki az iskola rendszert, érted? Hogy a gyerekeket már olyan dolgokra tanítsák, hogy majd jó alkalmazott legyen, jó szolga legyen, érted? Szolga. Tehát jó szolga legyen, és rossz hangulatú legyen, és azt csináljanak vele, amit akarnak, érted? Lehetőleg, ugye rossz hangulatban úgy működik az ember, hogy gondolkodni nem tud. Nem tud, mert az ösztönei elnyomják a gondolkodását, és gyakorlatilag ösztönlényként működik. Az ösztönlény meg tudod, hogy működik? Hát mint a mindenki látott már idomított állatot, hát gyakorlatilag a rossz hangulatú ember az úgy működik, mint egy idomítható állat. Csak annyiból jobb az ember helyzete, hogy mivel értelmesebb, mint az állatok, ezért könnyebben idomítható. Mert minél értelmesebb egy lény, annál könnyebben idomítható, ha nem jó hangulatú. Érted? Na most, megint lesznek olyanok, akik erre besértődnek. Tudod miért? Mert talált. Nálad betalált az, amit mondtam. Oké? Ilyen egyszerű. Mindenki, aki most erre besértődik, érted? Annál betalált. Mert ha egy embert nem érinti az a dolog, akkor tudod, mi leperel róla. Érted? Tehát az nem pereg le rólad, ami talál. Jó? Azt tudod milyen? Mit jelent? Az, hogy olyan vagy, úgy működsz, ahogy most elmondtam. És ha te most alkalmazott vagy, bocs, szolga vagy. Ilyen egyszerű. És ha ez fáj, hogy szolgának tekintelek, hát mert az vagy, akkor szolga vagy. Érted? Tehát attól, hogy az ember felismer magában dolgokat, az két dolog van. Az egyik, hogy az ember megsértődik olyan dolgokon, ami betalál, vagy a másik ember, ugyanilyen helyzetben lévő ember, nem megsértődik, hanem elgondolkodik. Mert felismeri azt, hogy hú, tényleg így van. Jó? De ez így önmagában kevés, hogy az ember felismeri, hogy hú, tényleg így van. Még tenni is kellene valamit, hogy ne így legyen. Jó? És hát ha megnézitek, tehát hogy mennyire így van, csak kis tömeget adok hozzá, tehát hogy lássátok, jó? Folyamatosan egyre rosszabb az az arány, hogy egyre a lakosság egyre nagyobb százaléka alkalmazott, és egyre kisebb százaléka vállalkozott. Ez mindenütt a nyugati társadalomban így van. Sőt, most már lassan világszinten így van. Hogy folyamatosan csökken a vállalkozók aránya, és nő, tehát a lakosság létszámához képest, nő az alkalmazottak. És ez, tudjátok, mikor indult el? A háború után. Sőt, nem a háború után, hanem az első világháború után. Tól. Jó? Tehát az első világháborútól. Lehetne nézni egy statisztikát, hogy egyre, tehát mert első világháború előtt mondhatnánk azt, hogy a lakosság 90%-a az vállalkozó volt. A mai értelembe vett vállalkozó. Oké? Okay? 90%-a. Második világháború előtt már csak olyan 80%, oké? Okay? És azóta, hát most a vállalkozók aránya kb. 20%. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy fokozatosan csökken, így van, és tovább akarják ezt természetesen szorítani. Mert a vállalkozónak gondolkodnia kell, egy alkalmazottnak
megmondják, hogy mit csináljon, azt csinálja. Oké? Okay? És ha valaki azt gondolja, hogy neki gondolkoznia kell alkalmazottként, akkor csak mondanám, hogy az nem gondolkodás, hanem a lexikonba, az berögzített, a fejedben berögzített lexikonba, amit tanultál, amit tapasztaltál, aközt lapozgatsz és nézegeted, hogy adott helyzetre mi a válasz. Oké? Okay? Mert nem kell gondolkodni. Mit kell gondolkodni? Hol kell gondolkodni? Hát egyszerűen csak tudni kell, hogy ahhoz a szakterülethez mi tartozik. Oké? Okay? És az pedig igazából lexikális tudás. Oké? Okay? Én is voltam alkalmazott, tudom, pedig autószerelő voltam, akinek látszólag gondolkodni kell azon, hogy mi az autónak a hibája, mert akkor még én úgy csináltam az autókat, hogy nem volt számítógép, amely kiírta, hogy mi az autó hibája. Érted? Hogy összedugtad a számítógéppel az autó elektronikáját, és kiírja, a manapság úgy van, hogy ki se kell találnia az autószerelőnek, hogy mi baj az autónak, mert kiírja a számítógépre, vagy akár a telefonra, kiírja, hogy mi a baja az autónak. Érted? Én nem ilyen időben voltam autószerelő, hanem akkor, amikor még nekünk kellett kitalálni, hogy mi baj az autónak. De gondoljátok végig, amikor még nem volt tapasztalatom, nem volt kellő lexikális tudásom ahhoz, hogy milyen baja lehet egy autónak mondjuk arra a megnyilvánulásra, amit megnyilvánul az autó, addig nem tudtam kitalálni. De amikor már volt tapasztalatom, meg tudásom arra, hogy ha ilyen megnyilvánulása van az autónak, akkor ez lehet a probléma. De ez megint lexikális tudás. Világos? Tehát az azt jelenti, hogy erre ez a probléma. Nem kellett gondolkodni. Gondold végig, milyen különbség az, mikor egy vállalkozónak azon kell gondolkodni, hogy hogyan növelje a vállalkozásának mondjuk a hatékonyságát. Érted? Hol van ebben a lexikális tudás? Hol? Hanem kell gondolkozni, és kell kísérleteznie. Érted? És azt mondja, hogy hopp, ez bejött, hopp, ez nem jött be. Akkor mi nem jött be, azt nem csináljuk. Ami bejött, azt csináljuk. Értitek? Tehát az alkalmazotti létben nincs tréningelve az agyad. Nincs. Ott van egy lexikális tudás, és az a lexikonból lapozgatva, idézőjelben az agyadban lapozgatva, a tudást előszeded. Oké? Okay? És az a tapasztalat is ugyanez. Tapasztalat is. Ezért van az, hogy bármilyen szakterületen, akinek már van tapasztalata, tehát van tudása, az fogja, és azt mondja, hogy összehasonlítja, hopp, hasonló helyzet volt már, azt mutatta, ugyanezt a problémát mutatta az autó, akkor ugyanez lehet a hibája. Milyen egyszerű. Oké? Okay? Ez sima, sima lexikális tudás. Sima, egyszerű lexikális tudás. Hát ez olyan, mint hogy fogod, és nem tudsz autót szerelni, és mit tudom én, rendelkezik egy hibával az autó, nincs számítógéped, meg akarod otthon javítani, fogod, beütöd a Google-ba a hibát, előkeresed, megmutatják a YouTube-on, hogy hogy kell megcsinálni, és fogod, nekiállsz, és megcsinálod. Érted? Tudás nélkül. Akkor nehogy már valaki azt mondja nekem, hogy ezekhez a szakterületekhez tudás kell. Hát utána tudsz nézni. Érted? Ez sima lexikális tudás. Nem lexikonban nézi meg most már az ember, hanem az interneten, a Google-ba. Világos? Milyen egyszerű. Ja? Tehát, ha az ember már csinált olyat, és
viszonylag sűrűn csinál, akkor eszébe jut, hogy hát az mit kell csinálni. Nagyon egyszerű a dolog. Jó? No szóval, csak azért mondom ezeket a dolgokat, hogy tiszta és világos legyen, hogy milyen világban élünk, és mit akarnak elérni. És tudod, az a baj, hogy tehát ismerek olyan embereket, akik még 5-10 évvel ezelőtt tök jól kerestek. Most is ugyanazt csinálják, 5-10 év elteltével, és mivel infláció volt, és az infláció nagyobb volt, mint az ő fizetésemelése, vagy az ő fizetésemelésük, ezért gyakorlatilag kevesebbül élnek. A fizetése nem lett kevesebb, most ne érts félre. Több a fizetése, mint 5-10 évvel ezelőtt, csak jóval kevesebbet ér. Érted? És ezáltal, hát gyakorlatilag, ha ezt a pénzt kereste volna 5-10 évvel ezelőtt, akkor nagyon jó élt volna, érted? De 5-10 év alatt itt azért volt egy brutál infláció. Tehát gondoljátok végig, hogy mondjuk 5 év alatt körülbelül minden felét éri. 5 év alatt. Körülbelül minden a felét éri. A fizetés is. Érted? Mert volt körülbelül 100%-os infláció. Érted? 5 év alatt. Hát volt olyan év, mikor 40% volt. Egy év alatt, érted? Na most hol kaptak dupla fizetést 5 év alatt az emberek? Hol? A vállalkozók ezt meg tudják csinálni, hogyha jó vállalkozásuk van, hogy növeljék a bevételt. De egy alkalmazott hogy tudja megcsinálni, hogy növelje a bevételét? Az alkalmazotti fizetéséből? Sehogy. Érted? És tudod, hogy az a baj, hogy ennél, ami az elmúlt 5 évben volt, lehet, hogy nem kisebb problémák lesznek a következő 5 évben, hanem lehet, hogy nagyobb. Érted? És felkészültél erre? Nem? Tehát, ha megnézitek, emberek ilyen optimistán állnak ehhez a kérdéshez, érted? Ez a hurrá optimizmus, tudod? Tehát nem reálisan nézik a dolgokat, hanem ilyen hurrá optimizmus. És hú, hát már mennyire rossz, hát ennél már csak jobb lehet. Na most, jó, akkor nézzük meg mondjuk az elmúlt 40 évet. Mióta én összeházasodtam. Oké? Hogy? Mennyivel lett jobb? 40 év alatt. Milyen időszak volt a 40 évben, amikor úgy jobb lett? És nincs ilyen. Nincs ilyen. 40 év alatt nincs olyan, hogy jobb lett. Érted? Volt olyan, hogy ahhoz képest, ahogy leromlott, ahhoz képest visszajött. De nem lett jobb. Érted? Tehát, ha megnézitek, volt egy 2008-as válság, ami 7 évig tartott, 7 szűkesztendő. Tényleg 7 évig tartott, mert 16-ra jöttünk vissza arra a szintre, ami a 2008-as válság előtt volt. Érted? Na most, illetve 2015-re jöttünk vissza, ami a 2008-as válság előtt volt. Na most, de nem jobb lett. Nem jobb lett 2016-ban, mint 2007-ben. Nem. Ahhoz képest, a 2007-hez képest semmivel nem lett jobb. Érted? Tehát azért élik meg az emberek, hogy hát van egy jobb időszak, mert a rosszhoz képest jobb. De az előtte lévő jóhoz képest még mindig rosszabb. Tehát 2007-ben jobb élet volt, mint 2016-ban. És így végignézhetjük, és ha megnézed, mikor éltünk a legjobban mi Magyarországon?
1970-től 1980-ig. Honnan tudni ezt? Mert úgy működik ez a dolog, hogy akkor született a legtöbb gyerek itt Magyarországon, és akkor halt meg a legkevesebb ember, és akkor volt Magyarország lakossága a legnépesebb. Pedig nem voltak bevándorlók. Na, erre varják gombot. Oké? Okay? És ennek utána tudsz nézni, statisztikai adatok gyönyörűen benne vannak, egészen az 1900-as évek elejétől. Érted? Hogy mennyien születtek, mennyien haltak meg, és mennyi volt az ország lakossága. Tehát ez egy tény, hogy 2000, vagy 1980-tól nem javul az élet Magyarországon, hanem ilyen hullámozva romlik. Tehát hullámozva romlik. Soha nem épült annyi lakás és annyi családi ház, mint 1970-től 1980-ig. Soha. Se előtte, se utána. Na most akkor megkérdezném, akkor mikor értünk a legjobban? Tehát mondhatsz te akármit. Akkor épült a legtöbb lakás, állami lakás, mert a lakások, tehát régen nem voltak magánlakások. Minden lakás az állami tulajdonban volt. Jó? Mind, az összes. A családi házak voltak magántulajdonban. És soha nem épült annyi állami lakás, és annyi családi ház, mint 70 és 80 között. Jó? Meg lehet nézni, hány lakótelepet húztak föl 70 és 80 között. 70-ben kezdték el például új palotát felhúzni. Jó? Előtte volt egy lakótelep Budapesten, a József Attila lakótelep. Slussz. Most megnézed, hány lakótelep van, és annak a zömét 70 és 80 között építették fel. Oké? És megnézed, az országban, ha közlekedsz, megnézed a településeket, a lakások nagy része tipikus 70-es években épített ház. Anyósomik is a 70-es években építették a házukat. A többség 70-es években. Ez a tipikus kocka. Erre szokták mondani, hogy Kádár kocka. Így van, a tipikus Kádár kocka. Jó? Tehát 80-as, 90-es években is építettek, csak közel nem annyit. Az már más, mert azok már kétszintesek voltak, vagy még tetőtérbeépítéssel akár háromszintesek a 90-es években, de közel nem épült annyi ház. Tehát azokat is meg lehet ismerni, a 80-as, 90-es években épült házakat. És ugye a 80-as, 90-es években már butultak az emberek. Miért? Mert fölfele terjeszkedtek, csak nem gondoltak arra, hogy megöregszenek. És utána nem fognak tudni lépcsőzni. Nem, mert a legtöbb fiatal ott hagyta a szüleit. Tehát vannak kivételek, de a legtöbb szülő, tehát én ismerek olyat, hogy 200 négyzetmétert épített azért, hogy majd a gyereke ott lakjon. Érted? 10x10-es, meg még a emelet is 10x10-es. Majd a gyerekének. A gyereke meg külföldön él. Érted? Jó, tehát mondom, a 80-as évek után már elkezdett a lakosság butulni. A barátom is emeletet épített, érted? A volt barátom, már nem barátom, akkor még barátom volt. Barátom is. Mi meg elterülőt építettük. Érted? Nálunk a maximum lépcső az ennyi. Nincs 10 centi. Érted? Tehát nagymamám 90 akárhány évesen tudott nyugodtan közlekedni. Érted? Mert ennyi volt max a lépcső. És miért? Mert én gyerekkoromban én láttam olyan embereket, akik abba haltak meg, hogy a lépcsőn elestek, és úgy megütötték magukat,
hogy annyi végük lett, mint a botnak, érted? És pedig nem is sok, volt sok lépcső, 4 lépcsőfok volt, rendes, normál, 4 összvisz. És képzeld el, ahol 20 van, érted? És nem gondolnak ilyenekre az emberek. És akkor azt gondolják, hogy semmi gond, majd eladjuk. Ha megveszik. És ha megveszik, mennyiért veszik meg? Érted? Jó, tehát az emberek előre gondolkodás, semmi. Hát gondoljátok végig, régen nem voltak magas házak. A pince az nem a ház alatt volt jellemzően, hanem külön. Külön. Például nekem volt olyan rokonom, ahol tudjátok, hol volt a pince? A szénatároló alatt. Érted? Tehát a föld alatt még széna rajta, érted? És oldalt kellett bemenni a szénatároló oldalát. Gondold végig, milyen jó volt az a pince. Nem a ház alatt. Ház alatt nem volt pince. Hát ha pincét építesz egy házra, már eleve lépcsőket kell, vagyis pincét építesz egy ház alá, már eleve lépcsőket kell létrehozni. Már eleve. Mert ugye ki kell emelni a házat a pince miatt. De erre az emberek nem gondolnak. Hát pincét lehet külön építeni. Nekem nem egy olyan ismerősöm van vidéken természetesen, akiknek, meg rokonom, akinek külön van a pince. Teljesen külön a háztól. És nem a ház alatt. Például van egy olyan, ahol van egy ilyen kertjében egy ilyen domb, vagy olyan is van, hogy fogták és összehordták a földet, és abba csináltak egy pincét, érted? És akkor csak, mit tudom én, egy méter mélyen van a pince. Mert egy domb van fölötte. Ezt annyi. Csináltak, oda hordtok egy csomó földet. De hát manapság az észt nem tudom mivel mérik. Jó, tehát ebből is látni, hogy az emberek nem okosodtak itt az elmúlt évtizedekben, hanem itt társadalmi elbutulás van. Szó szerint értsük. És ez a helyes, ez a jó, hogy itt társadalmilag elbutul mindenki. És akkor, hát más is szarul él, akkor éljünk mi is szarul. Nem? Nem ez van? Hát ez van. Hát ezért születtünk, hogy szarul éljünk. Ezért? Nem hiszem. Hát nem azért született senki se, hogy szarul éljen, nem? De miért születtünk? Hát nem azért kellett az embernek születni, hogy boldog legyen? Igen. Boldog élet. Nem? Nem a boldog életért születtünk? Na most gondold végig, a boldog élet. Na akkor beszéljünk erről egy kicsit, jó? Nem a boldog életről, hanem hogy lehetne oda eljutni. És ugye már beszéltem arról, hogy miért nem jutnak el az emberek. Hát eleve ott kezdődik, illetve nem beszéltem róla, majd mindjárt mondom. Hát mert ott kezdődik, hogy hagyják az emberek manipulálni magukat. Ilyen egyszerű. Tehát ha nem hiszed, hogy manipulálják őket, menj el egy bevásárlóközpontba. És akkor ülj le és nézz körül. Érted? Én akkor megyek egy bevásárlóközpontba, ott egy kifejezett üzletben nekem ott dolgom van, és vennem kell ott valamit. Mondjuk nyomtató papírt, érted? Azért voltam éppen mondjuk az Office Depotba, a Polus Centerbe, hogy vegyek egy doboz nyomtató papírt. Tudod, hol tudtam parkolni? Kín egész. Még a föld, a földön is, tehát hatalmas parkoló van kialakítva a Polus Centernél, és tele volt, még a földön is álltak autók, érted? Ami nincs kiképezve a parkolónak. Még ott is. Érted? Hétköznap. Várjál, hétköznap volt? Már nem tudom, hogy szombaton vagy hétköznap volt. Vasárnap biztos nem, mert vasárnap képzést tartok. Jó? Tehát mindegy, most részletkérdés.
És akkor mondják nekem, hogy hát azért vannak ennyien, mert már karácsony. És ez nem most volt, hanem vagy egy hete. Mondom, november közepén karácsony? Hol van még karácsony? Hát régen hogy volt ez? Két hétvégén vásároltak az emberek. Az egyiket úgy hívták, hogy ezüst vasárnap. Akkor nyitva voltak a boltok. Ugye, mert régen vasárnap nem voltak nyitva. Ezüst vasárnap és arany vasárnap. Emlékeztek erre? Már nincs ilyen. Volt. Így van. Jó, nem olyan régre kell menni, hogy szombaton dolgoztunk. Én is dolgoztam még itt szombaton, de ne arra menjünk vissza. Hanem arra, hogy ez még már akkor nem dolgoztunk szombaton, mikor még javában volt ezüst és vasár, és arany vasárnap, és hétvégén amúgy meg zárva voltak az üzletek, illetve nem hétvégén, hanem vasárnap voltak zárva az üzletek. Na most, ami azt jelenti, hogy képzeljétek el, két hétvége alatt be tudott vásárolni az ország. Képzeld el. Ráadásul még többen is laktunk az országban, mint most, vagy 800 ezerrel, vagy 700-zal, valahogy így. Érted? És képzeld-e, be tudtak vásárolni. Most ahhoz, amit régen két hétvége alatt megcsináltak, mert akkor volt karácsonyi bevásárlás. Nem volt novemberben már minden karácsonyra készülve. Fölkészítették az ezüst vasárnap előtt, és ezüst és arany vasárnap vásároltak, és azon a két hétbe, vagy három hétbe, mert az három hét, vagy két és fél hét, mert ugye karácsonyig az két és fél hét, abban az időben, vagy három hét vásároltak max az emberek. Nem 6-8 héttel előtte, érted? És képzeld-e, be tudtak vásárolni. És most az embereknek több hétvége kell ahhoz, hogy bevásároljanak karácsonyra. Ha ez nem, ha nem hülyék az emberek, akkor nem tudom mik. Komolyan mondom. Egy olyan világban, ahol nagyon el kellene gondolkodni, hogy azt a kurva pénzt, amit megkeres, érted, azt valami be kellene olyan dologba fektetni, ami értékálló. Érted? Hogyha nehezebb helyzetbe kerül, akkor is legyen pénze. És van ilyen lehetőség? Van. Jó, de most nem mondom, hogy ez micsoda. Jó? Tehát, hogy be lehetne fektetni. Tehát nem kellene elkölteni a pénzt minden áron. Tehát nem kellene egy kényszert érezni, hogy megkapom a fizetésem, és akkor el kell költenem. Érted? Sőt, nem kellene egy olyan kényszert érezni, hogy ha nem elég a fizetésem, hát még fölveszek hitelt, mert karácsony van. És akkor így nyilvánítom ki a szeretetemet. Magyarul akkor azt jelenti, hogy tiszta és világos legyen, hogy pénzért megveszed a szeretetedet? Vagy rosszul látom? Tehát akkor azt gondoljuk, hogy régen nem szerették az emberek a hozzátartozóikat, mert nem vásároltak nekik ajándékot. Hát régen sokkal jobban szerették az emberek egymást. A hozzátartozók is jobban szerették egymást. Tehát a szülők a gyerekekkel jobban szerették egymást, mint manapság. Érted? És úgy, hogy nem vásároltak nekik ajándékot karácsonyra. Érted? Mit tudom, nekem karácsonyi ajándékba kaptam egy matchboxot, ami akkor volt 28 forint. Érted? Jó, az most olyan, mint százszoros, de én néztem, hogy mennyibe kerül egy matchbox most. Érted? Egy matchbox az nagyon drága volt a 28 forintjával. Most egy ugyanolyan matchbox, érted, ilyen pár száz forint. Tényleg. Érted? Pár száz forintba kerül.
Tehát nem drágult annyira, mint amennyire mondjuk a fizetés emelkedett. Közel se. Hát meglepődtem, mert ugye van egy műszaki bolt, ahol beszoktam járni, és ott elkezdtek olyan gyerekjátékokat is árulni. És akkor meglepődtem, hogy milyen kedvező a Matchbox. Tudjátok, mi a Matchbox? Az ilyen kis autó, fém kis autó. Persze. Ugye a drágábbik Matchbox volt 34 forint. És gondold végig, alsós voltam, és hát ugye mikor szereti az ember ilyen kis autókat, az általános iskola alsó tagozat. És innen Palotáról simán bementem, összegyűjtöttem hónapok során a 28 forintot, és bementem, a Deák térre volt a Triál játékbolt. A Deák tér, és ott lehetett csak Matchboxot kapni, és én bementem egyedül alsó tagozatban a, hogy hívjákból, délelőtt, mert azért délelőtt, mert délután iskola volt, mert ott meg akkor váltó, tehát délelőtt, délután váltóba jártunk, és bementem a Deák térre, megvettem a Matchboxot, hazajöttem, utána mentem iskolába délután. Jó, tehát alsó tagozatosként, érted? Simán megcsináltam ezt. Manapság iskolában nem engedik el egyedül a gyereket. De hát az is egy elmebetegség, hogy régen az volt a természetes, hogy a gyerek minél közelebbi iskolába menjen. Nem? Te nem a hozzád legközelebb járó, lévő iskolába jártál? Én igen. Oké? És minden, majdnem mindenki. Miért? Mert az volt a körzeti iskola. És a körzeti iskolába, sőt a körzeti óvodába lehetett beiratni valakit, meg a körzeti iskolába lehetett beiratni valakit. Érted? És eszébe nem jutott valakinek, hogy máshova irassa. Illetve volt ilyen, mert például a akiről beszéltem, barátom, hogy emeletes házat épített, illetve ráépített a szülői házra emeleteket, illetve emeletet, és ő például nem a körzeti iskolába járt, tehát lehetett nem körzeti iskolába járni, mert ő egy sokkal messzebb lévő iskolába, én elmentem gyalog az iskolába, neki meg mindig buszozni kellett. Tehát az ő baja volt, meg a szüleinek a hülyesége. És oda járt 8 általánost. Na most, de nem is ez a lényeg, hanem képzeld el, tök jó volt, hogy mehettem gyalog. Imádtam, hogy nem kellett kísérgetni a szülőknek. Érted? Ezáltal netántán, felnőttként önálló lettem. És mai napig is önállóan élem az életemet, érted? És a saját életemet én irányítom. 87 óta, érted? Vagy 93-tól biztos. Mert azóta nem vagyok alkalmazott. 93-tól. Érted? Miért? Mert azáltal, hogy nekem kellett menni az iskolába, nem vittek a szüleim, hála a jó Istennek nem vittek. Sőt, még olyan is volt, képzeld el, hogy tatarozták az iskolát, ami gyalog 10 perc volt. 2 évig. És addig az osztály, 2 iskolába jártunk. Az egyik évben mennyire volt? Hát gyalog fél óra. A másik is gyalog fél óra volt. Érted? Oda se kísértek senkit. Képzeljétek el. Senkit. Onnantól, hogy én első osztályos voltam, senkit nem kísérgettek a szülők. Senkit nem vittek iskolába. Jó, hogy vittek volna, nem volt autó. De ment a gyerek magától, érted? Nekem megmutatták, hol az iskola, és a következő alkalommal mentem egyedül az iskolába. Érted? És nem vitték a seggemet az autóval. De drága szülők, vigyétek nyugodtan a gyereket mindenhova, és egy balfasz lesz felnőttként, aki nem lesz önálló. Érted? Felnőttként el kell majd tartanod, mert nem önálló. Érted? Nyugodtan csináljátok. Ha azt akarod, hogy ne legyen, ne
működjön önállóan a gyerek, ne vegye az életének az irányítását a saját kezébe, akkor nyaljátok ki a fenekét a gyerekednek. Ilyen egyszerű. Vigy olyan iskolába, ami jó messze van, hogy kénytelen legyél szállítgatni a fenekét, érted? Mind. És utána az életben nem fog tudni boldogulni. Jó alkalmazott el lesz, aki nem boldogul az életében. Miért? Miért? Nagyon egyszerű. Mert a saját vállalkozásában egy vállalkozó, ő határozza meg azt, hogy kivel működik együtt. Te alkalmazottként nem határozhatod meg, hogy kivel működsz együtt. Ezáltal alkalmazottként működhetsz olyan emberekkel is együtt, akivel utálsz együtt működni, és ez stresszelni fog. Én, ha valaki vállalkozóként utáltam vele dolgozni, akkor föl se vettem. Érted? Föl se vettem. Ilyen egyszerű. Tehát ami azt jelenti, hogy nem jutottam oda, hogy stresszeljen. Ha végül mégis fölvettem, mert mondjuk rábíztam valakire, hogy fölvegye, akkor mi történt? Fogtam és kirúgtam. Érthető? Kirúgtam. Mert nem lehetett vele együttműködni. Legalábbis én nem tudtam vele együttműködni. De más se. Mindegy. És ki lehetett rúgni. Érted? Te ezt nem tudod megcsinálni az alkalmazotti létedben. Nem rúghatod ki a kollégádat. Főnöködet se rúghatod ki. Hát gondold végig. Hogy lesz? Tehát tudod, mit láttam? Azt láttam, hogy a szüleim alkalmazottként dolgoztak, az én azt mondja, hogy meddig 74, 13 éves koromig. Ugye akkor még általános iskolás voltam. 13 éves koromig alkalmazottként dolgoztam. És hazajöttek, és mindig arról beszéltek, hogy a munkahelyen milyen stressz érte őket. Érted? Hogy az milyen volt meg, az milyen volt meg, az az ember milyen stressz. Na, elkezdtek vállalkozni 13 éves koromban, tehát 74-ben, és képzeld el, onnantól kezdve ez nem volt téma. Egy téma, egy stressz helyzet, megszűnt. Érted? Miért? Mert onnantól kezdve alkalmazottaik lettek, és valakivel nem jöttek ki alkalmazottként, fogták és kirúgták. Érted? Ilyen egyszerű. És nem volt stressz. Na, erre varjál gombot. Érted? És akkor melyik a jobb élet szerinted? A stresszes élet. Vagy az az élet, ahol te irányítod az életedet. Nem más irányítja a te életedet. Vajon melyik a jobb? Jó, aki már lecsúszott erről, mert már nyugdíjas, hát de van gyereked. Van gyereked. És a gyereked ugyanazt éli, mint te élted alkalmazottként. 93-ban, mikor elkezdtem vállalkozni, még abban az évben azt mondtam, hogy én soha többet nem leszek senkinek az alkalmazottja. Érted? Illetve nem 93 volt, illetve 93 volt, csak nem akkor kezdtem vállalkozni. Hanem akkor szüntettem meg az alkalmazotti viszonyomat. Érted? És azt mondtam akkor, soha többet nem leszek. Ami azt jelenti, hogy 87-ben kezdtem el vállalkozni, és mondhatjuk azt, hogy 6 évig voltam alkalmazott is egyszerre, meg a vállalkozó is egyszerre. Oké? És eljutottam a vállalkozásomat oda, hogy megéljek belőle, és onnantól kezdve leépítettem az alkalmazotti létemet, és azt mondtam, hogy soha többet senkinek nem leszek az alkalmazottja. Világos ez? Jó? De te úgy éled az életedet, ahogy akarod, de ha stresszelni akarsz, legyél nyugodtan alkalmazott. Jó? És akkor mondhatja valaki, de hát nem stresszelek, hanem
Hát otthon home office-ba dolgozok. Magányba dolgozom, érted? Magányba. Mikor az ember egy közösségi lény. És utána utálni fogod az emberek közelségét is, mert megszokod a magányt. Világos? Tehát sajnos ez van, aki magányban dolgozik hónapokat, éveket, az megszokja azt a magányt, és egyszerűen nem tud beilleszkedni semmilyen közösségbe. Semmibe. Világos voltam? Így működik az ember, hogy alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, nyilván nem azonnal alkalmazkodik, hanem az idők folyamán, amit megszok. És az lesz a szokása. És most nézd meg, hogy itt volt a Covid, és azóta, mióta bevezették ezeket a home office-os munkákat, meg bevezették azt, hogy maradj otthon, érted? Hónapokig ugye munkában, tehát hónapokig be voltak zárva az emberek, idézőjelben bezárták magukat, és azóta nyitottabbak az emberek irányába? Nem. Sokkal kevésbé nyitottak, mint előtte voltak. Sokkal. És te láttál már magányos, boldog embert? Nincs olyan. Nincs. Magány az nem boldogít. Tehát az embert az boldogítja, hogyha megválogathatja azokat az embereket, akikkel együtt működik. Érted? És itt te megválogathatod azokat az embereket, akikkel a jövőben együtt fogsz működni. Érted? Ha szeretnél együtt működni. Mert a tanuláshoz, képzeld el, még kapsz grátisban egy együttműködést az emberekkel, amiből pénzt tudsz keresni. És ha te előbb veszed igénybe az emberekkel való együttműködést, mint a többi ember a csoportodban, akkor te lehetsz azoknak az embereknek a vezetője. Érted? És azzal dolgozol, akikkel akarsz. Hát gondold végig, miből részesednél szívesebben? Csak a saját munkád teljesítményéből 100%-ban, vagy mondjuk ugyanaz az eredmény, 100 ember teljesítményének az 1%-ából. Melyikből részesednél szívesebben? Saját magad? Hát az jó neked. Érted? 100 ember teljesítménye az azt jelenti, hogy te akkor szabad vagy. Ugyanannyi pénzed van. Érted? De szabad vagy. Ha 100%-ban a saját teljesítményedből részesedsz, akkor nem vagy szabad. Mert neked folyamatosan dolgoznod kell ahhoz, hogy megélj. Érted? Világos voltam? Kérdezem, ki az, akinek volt főnöke munkahelyen? Főnök? Ki keresett többet? Te vagy a főnök? Akkor miről beszélünk? Oké? Hát aki vezet embereket, az többet keres. Érted? És ha te vezet 100 embert, és csak az 1%-ból részesedsz, akkor jóval többet keresel. Vagyis annyit keresel, mintha saját magad csinálod meg a 100 embernek a munkáját. Érted? Hát de arról szól a történet. 100 ember munkáját meg kell csinálnod. Egyedül, hogy csinálod meg? Tehát most gondold végig, 100 ember sokkal többre képes, mint egy ember. Sokkal. Még akkor is, hogyha te egy Superman vagy, és nagyon ügyes voltál a világ életedben, és gyors minden munkában. Tehát nem csak fontos, hogy ügyes legyél, hanem az is fontos, hogy gyors legyél. Jó? Minden munkában. De akkor se tudsz annyi munkát elvégezni, mint 100 ember. Akkor sem. Senki. És például nálunk
mondjuk 100 ember esetén nem 1%-ban tudsz részesedni, hanem minimum, mennyi a minimum? Azt mondja mindjárt, hogy is van? 31%. Minimum 31%. Tehát gondold végig, 100 ember teljesítményéből 31%-ban részesedni, az hányszorosa annak, mintha 100%-ban a saját teljesítményedből részesedsz? Mert 100-szor 31 az 3100, nem? Érted? Ha jól számolom. Jó, tehát akkor hányszorosát tudsz keresni? 31-szeresét? Jó? De gondolkozzatok el rajta. És mi a feladatunk nekünk? Megnézed, boldog élet. Mit csinálunk? Mi a foglalkozásunk? Mi a foglalkozásunk? Szeretet, korszakot építünk. Ez a foglalkozásunk. Tehát vagy lesz a bolygón szeretet korszak, vagy pusztulás. Lehet választani. Jó? És ezt 2035-ig meg kell csinálni. Jó? Tehát vagy pusztulás, az azt jelenti, hogy elpusztul minden, mi is, vagy szeretett korszak. És erre mi vagyunk hivatottak. Nem mások. Nekünk kell létrehozni a szeretett korszakot. Érted? És ha a szeretett korszak létrehozásában részt veszel, akkor tudsz részesedni mások teljesítményéből. Méghozzá minimum 31%-ban, és maximum, még azt is lehet, jelenleg már 76%-ban. Maximum 76%-ban. Érted? És hogy tudsz részesedni? Hát mit csinálunk mi? Tanítjuk az embereket. Mire? Felnőtteket elsősorban, meg azokat a gyerekeket már, akik felnőtt kíséretében tanulnak. Ezekre. Ezen az életterületen, ezen a 10 életterületen nem tudsz föltenni olyan kérdést nekem, amire ne tudnék válaszolni. Oké? 14 éve nem sikerült az embereknek ezen a 10 életterületen olyan kérdéseket föltenni, amire ne tudnék válaszolni. Jó? Milyen egyszerű. Jó, és tanítjuk az embereket erre. Mi vagyunk a bolygón az egyetlen olyan szervezet, amely erre a 10 életterületre mindre tud tudást nyújtani. Használható tudást. Jó? Nincs több. Ennyi. És erre a tudást nem ingyen adjuk. De egy nagyon-nagyon méltányos áron adjuk. Ami azt jelenti, hogy az értéke gyakorlatilag a tudásnak, mondhatjuk azt, hogy felbecsülhetetlen, de hát mindennek meg kell szabni egy árat. Az ilyen jellegű tudást ott, ahol egyes területeket egy-egy ember vagy egy-egy cég tanít, azt, ha azokkal összehasonlítjuk magunkat, akkor mondjuk azt mondja, hogy mondjuk 7000 forint óránként. Oké? Tehát az a tudás, amit itt kapsz, az 7000 forintba kerül. Nem a díjmentes. Nem a díjmentes. Jó? Hanem a fizetős rész. 7000 forint óránként. Tehát ha máshol elmész ilyen tudást megkapni, akkor 7000 forint alatt nem úszod meg. Jó? És akkor nézzük tovább. De mi ezt odaadjuk neked 440 forintért óránként. Jó? Ettől eltér az első hónap, ott 660 forint óránként. Az első hónap. Jó? Miért csináljuk ezt? Hogy bárki számára elérhető legyen az a tudás,
ami ahhoz kell, hogy szeretett korba bekerülhessen. Mi lesz azokkal, akik nem kerülnek be a szeretett korba? Arról gondoskodnak majd a teremtőik, angyalaik, hogy ne éljék meg. Ennyi, ne érjenek oda. Milyen egyszerű. Jó? Mert ezen a bolygón 2036-tól aranykornak kell lennie. Érted? Milyen egyszerű. Szeretetkornak kell lennie. Mit jelent a szeretetkor, az aranykor? Hogy az emberek szeretetben képesek együttműködni. Jó? Ezt jelenti. És hát bizony, gondold végig, mi lenne jobb itt az emberiségnek? Egy szeretetkor, ahol az emberek szeretik egymást, vagy ez a utálatkora, amiben élünk? Ahol kitalálták azt, hogy milyen módon utálják egymást az emberek. Gondold végig, voltak családok, ahol volt, aki beoltatta magát, volt, aki nem. Aki nem oltatta be magát, azt utálta az, aki beoltatta magát. Vagy rosszul látom? Családon belül is. Jó? És akkor ennek nincs vége, ennek a dolognak. Úgyhogy lesznek még ilyenek. Ne aggódjatok, jó? Hogy nem lesznek. És ez nem pessimizmus, hanem realizmus. Kell, hogy olyan stressz érjen, ahol hát ha megjön az eszed. Jó? És hát ha akarsz tanulni, fejlődni. Mert azért vagy itt, mint ember, nem azért, amiért eddig gondoltad. Hanem azért vagy itt, azért születtél le, hogy fejlődj, tanulj, érted? Tanulj, fejlődj. Ezért. És nem, ez a tanulás, fejlődés, ez nem az általános iskolai 8 osztály, jó? És nem is a szakmai, jó? Hanem az ember és az élet működése. És ennek minél tökéletesebb ismerete. Jó? És erre fizetnek a tanulók. És Magyarországon az emberek képzésében, például coach képzésében, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, és amikor a coach dolgozik, akkor kihozza az egyénből a legjobbat és a legtöbbet. Jó? Tehát ezekben mind elsők vagyunk. Érted? Tehát mi tanítjuk a legtöbb embert ilyen dolgokra a Magyarországon, és coach képzésű is mi tartunk a legtöbb embernek. Úgyhogy erről ennyit. Tehát akkor van vajon érdeklődésre? Van. Jó? Egyébként akkreditált képzésekben is van, mert egyetemen is tanítják a coach képzést. Tehát coachokat tanítanak egyetemben is. Akkreditált képzésben. Csak tudjátok, mi az akkreditált képzéssel a baj? Hogy az állam meghatározhatja, meghatározza, hogy mit taníthatnak, mikor taníthatják, érted? Mi egész évben tanítunk, nincs tanítási szünet, nincsen. Minden héten kétszer tanítunk, oké? Nincs tanítási szünet, és azt tanítok, amit én akarok. Világos voltam? És nem azt, amire kényszerítenek. Úgyhogy erről ennyit. Az akkreditált összes képzés az államilag szabályozott. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó? És elmegy valaki mondjuk egy egyetemi akkreditált coach képzésre, és többet fizet, mint itt nálunk. Pedig az állam dotálja. És többet fizet, mint itt nálunk. Jó? De ugyanúgy kap nálunk is bizonyítványt, ugyanúgy kap nálunk is diplomát. Egy különbség van, hogy nem akkreditált. És van még egy különbség, illetve két különbség van. Az, hogy itt a coachingolást gyakorolhatja is.
ott a coachingolásra nem sok gyakorlat van. Jó, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk most egy fél óra szünetet, és aki ugye a ajánlója jelenlétében nézi a képzést, ő a második részbe egyszer betekinthet a módszerbe. Jó? Tehát ott módszerek vannak ezeken a területeken. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!